Vidékről Budapest az egy nagy egységes városnak, fővárosnak látszik, de a budapestiek pontosan tudják, hogy bármely kerületben, városrészben éljenek, ennek a városrésznek megvannak a saját külön hagyományai, így Kispestnek is. Kispesten nagyon erős a lokálpatriotizmus, aminek szívből örülök. Nagyon sok kispesti tartja büszkén számon, hogy ebben a kerületben született még a Ján Ferenc utcai szülőotthonban, amikor az még megvolt. Magam otthon az összes eddigi Kispestről megjelent könyvet őrzöm. Az elsőt még a tanácsrendszerbe adták ki, tulajdonképpen ez volt az első ilyen átfogó Kispest történeti munka a maga ellentmondásaival együtt, és a rendszerváltozás után már korszerű tartalommal megjelentek a frissítések is. Ez a mostani könyv egy jó példa arra, hogy összehasonlítva a régebbi könyvekkel, mennyi minden új dolog történt Kispesten, mennyi fejlesztés történt, mennyi szép épülettel, térrel gazdagodott ez a gyönyörű városrész, az egykori Kispest város, és hát 20 év múlva bárki kézbe veszi, akkor pontosan tudni fogja, hogy itt és most mi kispestiek hogyan éltünk, milyen körülmények között Kispesten.